Szinte hihetetlen, de nem csak melegedni járnak ide a rászorulók. Van olyan édesanyja, aki itt adott életet gyermekének. De Laborci Géza, az intézmény vezetője szerint az egyik legnagyobb siker az, hogy van olyan gyermek, akinek innen indult az élete, és ma már egyetemet végzett szociális szférában dolgozó szakember. Ahogy ő fogalmazott, az egyik legnagyobb csoda, hogy valaki ellátottból maga is ellátó lett. 22 éve nyitotta meg kapuit az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményeként a hajléktalan szálló, a nappali melegedő és népkonyha, és az adatokból az látszik, hogy a rászorulók közül lényegesen többen választják ezeket az intézményeket, mint az utcán élést. Nálunk mindent összevete 2-300 ellátottunk van, akiken segítünk, és ennek a töredéke, aki csak az utcán él, és ez egyébként azt gondolom, hogy összehasonlításban más megyei jogú városokkal ez egy nagyon jó arány. Az időjárás és a hajléktalan ellátás az összefügg nyilvánvalóan, hiszen a hideg téli időben mindig többen veszik igénybe a szolgáltatásokat, a nyári időszakokban pedig hát nyilván adott esetben a köztereken is, de ismerősöknél, rokonoknál, szívességi lakhatásban vannak jelen, tehát az egy alacsonyabb kihasználtság. Mondom a számokat akkor. Tehát itt a nappali melegedőt a nyári időszakban egy 70-80 ellátott veszi igénybe az itteni szolgáltatást. Ez a téli időben a 150-ig is elmegy. Az intézmény sikeressége részben talán annak is köszönhető, hogy Laborci Géza szerint nem érdemes a hajléktalanokról általánosságban beszélni, mivel csak egyedi sorsok vannak. Az itt dolgozó szakemberek feladata, hogy minden ideérkező személyes történetét, elakadását és szükségletét megismerjék, tehát nem csak meleg ételt és szállást kapnak, de a szociális segítségnyújtás mellett egészségügyi ellátásban is részesülnek, sőt hosszú távú cél, hogy az ellátottakat felkészítsék a munkaerő piacra való visszatérésre. Elindítottunk a belügyminisztériummal közös finanszírozásban egy hajléktalanokat segítő közfoglalkoztatási mintaprogramot. A Bújai téren van egy foglalkoztatónk, ahol asztalos műhely és varroda van, és arra segítjük a ránk bizottakat, hogy a közfoglalkoztatás segítségével újra alkalmasak legyenek a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra. A központi költségvetésből működő, de az evangélikus egyház fenntartásában lévő intézmény legidősebb ellátottja a 80-as éveiben jár, a legfiatalabb ellátottja 18 éves, de a családok átmeneti otthonában kiskorú gyermekek is előfordulnak. Az intézmény vezető elmondta, a számos civil adományozó közül akad olyan, aki minden születésnapos gyermek számára küld ajándékot, és az is előfordul, hogy az evangélikus gyülekezet tagjai családi ebédre várják saját otthonukba azokat az ellátottakat, akik részt vesznek a gyülekezeti életben.